15 hónap. Ennyi telt el 2023. májusa óta. Azóta minden egyes hónapban rekordmeleget regisztráltak, mind Európában, mind Magyarországon. Ráadásul nem csak a hőmérséklet, de a vízhiányos időszakok is újra közelítenek a két évvel ezelőtti rekordaszályos évhez. A klímaváltozás tehát saját bőrünkön tapasztalhatjuk. Kis Ferenc nyugalmazott egyetemi oktató 35 perc című műsorunkban azt mondta, a Föld utóbbi 30-40 évben drasztikusan megemelkedett szén-dioxid koncentrációját jó részt az emberi tevékenység okozta. Ha visszamenőleg megnézzük, és egyébként a jégbe fogyott buborékokból és izotóp összetételből, a gázelemzéséből lehet tudni, hogyyha visszamegyünk 400 ezer vagy akár 1 millió évet, hogyan változott a szén-dioxid koncentráció, és ezzel együtt hogyan változott a hőmérséklet. Tehát teljesen egyértelmű, hogy azok együtt mozognak. Az utóbbi 400 ezer évben ez a bizonyos szén-dioxid koncentráció az soha nem emelkedett 350 milliomod rész fölé. Tudjuk, hogy amikor csúcsom volt, milyen magas volt a hőmérséklet, hát most azt mondtam, hogy 420. Tehát ezek együtt mozognak, és ebből az következik, hogy amit a szakemberek is mondtak, hogy az utóbbi 20 évben teljesen egyértelmű, ha megnéznénk azt az ábrát, azt látjuk, hogy a szén-dioxid koncentráció meredeken emelkedik, ebből az következik, amit megtapasztaltunk, hogy például február plusz 22 Celsius fokkal zártuk Magyarországon. Az áprilisban pedig már 30 volt. Kis Ferenc hozzátette, hatalmas szükség van a szemléletváltásra, ennek azonban túl kell mutatnia a lakosságon. Mint mondta, sokkal inkább elő kell járnia a fenntarthatósági törekvésekben a politikai vezetőknek, a gazdasági szereplőknek és az iparnak. Szintén nagyon fontos szerepe lehet a klímaváltozás lassításában a közlekedésnek, így például az elektromos autók szerepe is felértékelődik. Gyakran éri azonban az a vád a tisztán elektromos járműveket, hogy előállításuk környezetszennyező. Kis Ferenc úgy látja, egyáltalán nem károsabb a gyártás, mint a belső égésű motoros autók esetében. Fenntartásuk ellenben jóval környezet és költségkímélőbb. Van olyan autógyártó, szerencsére nekem is attól az autógyártótól van autóm, ami 1 millió kilométer garanciát ad az akkumulátorra. Az régi dolog már, hogy akkor ezek. És hogy újra lehet-e használni? Hát ha már egyszer ott van a tiszta lítiumom, kobalt, vas vagy bármi alumínium, amit felhasználtak, hát teljesen logikus, hogy újra használom, hát nem kell bányászni. Tehát tulajdonképpen, amikor ott van az autóban az az akkumulátor, a technológia viszont rendelkezésre áll. Itt az a kérdés, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos az oktatás. Tehát, hogy elmondani az embereknek, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Én egyébként azt szoktam mondani az elektromos autóra, ez egy lehetőség. Önmagában nem fogja megoldani a problémát. Itt a mesterséges intelligencia sem fogja önmagában megoldani. Ezt úgy kell tekinteni, hogy egy elektromos, mesterséges intelligencia által vezérelt önvezető autó, amely megújuló energiával, na ez megoldás. Az éghajlatváltozás mérséklése és megállítása érdekében az Európai Parlament 2021-ben hagyta jóvá a klímavédelmi rendeletet, mely 2030-ig az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, 2050-re pedig klímasemleges kontinenssé tenni Európát. Ez a megállapodás értelmében minden tagállamnak meg kell valósítania a szükséges környezetvédelmi beruházásokat.